Videó a virtuális valóság fogalmát járja körül. Elsősorban abból a szempontból, ahogyan a 90-es évektől kezdődően a hollywoodi filmek történeteiben szerepet kapott. Rávilágít a virtuális valóság aktuális használati módjaira, és felteszi a kérdést, hogy vajon a virtuális valóság tekinthető-e új médiumnak. A virtuális valóság fogalmát három segédfogalom magyarázatán keresztül lehet pontosítani. Ezek a következőek. Az immerzió, ami érzéki belemerülés jelent, az interakció, két vagy több részvevőnek a kölcsönös együttes tevékenykedését, és a szimuláció, ami egy rendszernek a modellezése, mely által különböző viselkedéseket, lehetőségeket tudunk kipróbálni. A virtuális valóságot kiindulásképpen határozzuk meg úgy, mint a valós vagy a virtuális testnek a virtuális térben való megjelenését. Az egyik lényeges eleme a virtuális valóságnak a jelenlét érzés. Ez egy nagyon nehezen meghatározható fogalom, hiszen szubjektív tartalma van, szubjektíven értelmezhető. A jelenlét érzésünk akkor van, amikor a testünk nem a valós fizikai teret érzékeli környezetként, hanem úgy, mintha távoli térben vagy időben, esetleg egy fiktív helyen tartózkodna. A másik világba való átkerülésnek ez az érzete máskor is jellemző lehet, például művészeti alkotásoknak a befogadásánál, de a virtuális valóság jelenlét érzését ettől megkülönbözteti az, hogy az a három fogalom, amit már korábban bevezettünk, vagyis az érzéki belevonódás, a jelenlétnek az érzékszerveken, tehát a testen keresztül történő létrehozása, az interakciós lehetőség, mely a nézőt cselekvővé teszi, a cselekvésekre a néző visszajelzéseket kap, és a szimuláció, ami egy cselekvésnek, egy folyamatnak, egy cél elérésének a nyitott végű kipróbálása. Mindezek a vonások bizonyos értelemben a filmnézést is jellemzik, hiszen elmerülünk a történet jeleneteiben, filmnézés közben próbáljuk kitalálni a történetnek a folytatását, tehát bizonyos értelemben interaktívan viselkedünk. Lehet az az érzésünk, hogy átléptünk egy másik világba, de a játékfilm esetében főként a narratív és a dramaturgiai eszközök hozzák létre ezt a fajta jelenlét érzést. Tehát azt a lehetőséget, hogy beléphetünk egy szimbolikus módon egy fiktív térbe. Tehát itt a várakozásteli feszültség vagy a meglepetés hozza létre ezt az érzetet. Esetleg az érzékszerveinket is bombázhatja a játékfilm speciális trükkökkel, hatásokkal, de ilyenkor az is előfordulhat, hogy éppen ezáltal a valós testünkre irányítja a figyelmet, izzad a tenyerünk horrorfilm nézések közben, és ezzel gyengítheti is akár a fiktív világban való jelenlétérzésünket. A virtuális valóság aprólékosan kidolgozott, és elsősorban a testünkhöz igazított világa különféle apparátusokon, berendezéseken keresztül tapasztalható meg. Jelenleg háromféle ilyen berendezés van elterjedve. Egyrészt a mobiltelefonok, melyek akár VR szemüveghez is csatlakoztathatóak, másrészt a VR szemüveg, a VR sisak, a kesztyű és a mozgásérzékelők, amik ehhez kapcsolódnak, és harmadrészt azok a nagyméretű helyszínek, amikor például egy egész moziterem át van alakítva, és ezáltal a valós test kerül egy másik térbe, ebbe a virtuális valóság terébe. Nézzük ezeket sorra. A 360 fokos videókat egy 360 fokos kamerával, vagy egy nézőpontból több irányba néző kamerával készítik, vagy esetleg számítógépes animációval hozzák létre. A számítógépen az egér mozgatásával, vagy az érintőképernyőn az ujjunkkal tudjuk a képet minden irányba mozgatni. Ebben az esetben a néző helyét a kamera pozíciója jelöli ki, a virtuális térhez való kapcsolódást a képernyő kerete szabályozza. Ha a VR szemüvegen keresztül nézzük ezt a 360 fokos videót, akkor még nagyobb lesz a jelenlét érzésünk, hiszen a képernyő kerete eltűnik, és a fejünknek a mozgatásával tudjuk a látómezőnket változtatni. A gömbszerűen elrendezett térben a néző mozgástere azonban limitált. Például nem tud benézni a távolban lévő bokor mögé. Ahhoz, hogy a mozgáson keresztül is a néző és a tér között egy nagyobb fokú interakció jöjjön létre,
Egy sokkal részletesebben felépített térre van szükség, ami óriási adatmennyiséget jelent, és a felhasználói apparátust is ki kell egészíteni a mozgásérzékelővel. Ez nem csak a virtuális tér vizuális és auditív jelzéseit igazítja a néző testéhez, hanem arra is vigyáz, hogy a valós fizikai térben, például egy szobában, ahol ilyen VR játékot játszunk, ne ütközzünk a falnak, miközben a virtuális teret érzékeljük. Egyfajta virtuális valóság tapasztalatban lehet részünk akkor is, ha a valós testünk kerül olyan térbe, amely a fizikai tér jellemzőit felülírja, például a panorámában, a körképen vagy a 3D-s moziban. A virtuális valóságról kevés valós tapasztalata van az embereknek, főként a technika költségessége miatt. A kifejezés azonban a 90-es évek óta széles körűen ismert, és ez elsősorban a hollywoodi filmeknek köszönhető. A mai technológia még bőven alul marad azokhoz a média fantáziákhoz képest, amelyek a 90-es évek filmjeiben úgy jelenítik meg a virtuális valóságot, mint a képzelet valós meghosszabbítását. Ezekben a filmekben mindaz, amit a szereplők elképzelnek, megjeleníthető, másokkal megosztható, gomnyomásra változtatható. Ilyen például a Star Trek holofedélzete, ahol a képzelet világa belakható és kedvünkre alakítható. Mivel kevés saját tapasztalatunk van a virtuális valóságról, a hollywoodi filmek jelentősen formálják a fogalom jelentéskörét és a hozzá kapcsolódó reményeket, elvárásokat, vágyakat és félelmeket. Az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a filmek legtöbbször a virtuális valóságot rivális médiumként kezelik, mint amely veszélyeztetheti a szórakoztatóiparban a játékfilm és a filmgyártás domináns pozícióját. A virtuális valóságról szóló köznyelvi gondolkodást ma még a filmek uralják. Meghatározzák, mire jó a VR, milyen használatai vannak, ugyanakkor megpróbálják kisajátítani és beépíteni annak az előnyös tulajdonságait. A 90-es években a virtuális valóságról szóló filmek nagy témája a valóság és a szimulált világ közti ontológiai különbség elmosódásának a veszélye, és ennek esetenkénti megerősítése volt. Tehát, hogy legyen elkülöníthető a szimulált világ a való világtól. A Matrixban a virtuális valóság a gonosz gépek által létrehozott megtévesztő világ, amelyből a hősök inkább szabadulni szeretnének. Mind a szabadság elérésének, mind az emberi beteljesülésnek a kulcsa a valóságot a szimulációtól elválasztó ismeretelméleti különbségnek a megerősítése, legalábbis a Matrix első részében. A legtöbb hollywoodi filmben a VR egyből az idegrendszerhez kapcsolódik. Ezáltal a digitális testek vagy kivetülések közvetlenül mozgathatóak az agyhullámokon keresztül. A valós testek fekszenek vagy ülnek, akár csak filmnézés közben, teljesen passzívnak tűnnek. A filmnézéshez képest a virtuális valóságban való elmerülés azonban sokkal veszélyesebbnek tűnik, mivel a valóság és a virtuális világ összetéveszthető. Ezekben a filmekben a virtuális valóság a tudat és a test szembeállítását erősíti. A tudat akár le is választható a testről, vagy átveheti a test feletti irányítást. A halálnapjában például egy olyan eszközt használnak, amely által másoknak a múltbeli rögzített élményeit, vagy a saját rögzített élményeket közvetlenül átélhetik a szereplők. A film a virtuális valóság élményt a szubjektív kamera használatával készített felvételekként jeleníti meg számunkra. Tehát amikor ezt a virtuális valóság berendezést használják, akkor olyan, mintha egy szubjektív kamera lenne működésben. A fikció szerint a szereplők úgy élik át ezeket, hogy a saját testüket mintegy hátrahagyják és ideiglenesen beköltöznek egy másik testbe. A Matrix trilógia végén Neo, a kiválasztott, képessé válik arra, hogy a programozott tudatán keresztül eszközként használja a Matrixot. A testet hátrahagyó tudat önállósulására jó példa az, amikor megvakítva, pusztán az elméje erejével rákapcsolódik a hálózatra, és megváltoztatja magát a rendszert, amely már nem is korlátozódik a Matrixnak a szimulált világára. Ezek a fantáziák a mai kortárs sci-finek is nagyon jellemző témái. A Fekete tükör egyik epizódjában, a Krokodil címűben, a testet képrögzítő eszközként használják a nyomozásban.
A Transcendence című filmben a tudatot digitális másolatként az internetre feltöltik. A Valós halál című sorozatban a tudatot szintén egy chip formájában átültetik az egyre inkább feljavított testekbe, amelyek ilyen üres burkok valójában. Szemben a 90-es évek filmjeivel, a 2000-es évek végén készült Avatarban a virtuális valóság szimulált jellegén már senki nem akadt fenn. A Pandora világa, a fiktív téren belül létező világ, melybe avatárokon keresztül hatolnak be az emberek, egyrészt az antropológiai megismerés vágytól vezérelve, másrészt a megfigyelés, kémkedés és gyarmatosítás céljából. A klónozott navi test lehetővé teszi Jake Sully számára, hogy máshol legyen, mint ahol a lebénult fizikai teste fekszik. Az ő tudata az avatar testnek az irányítója, tehát egyfajta VR tapasztalatban van része, hiszen létrejön a teleprezencia, vagyis egy jelenlét egy olyan világban, amely nem a saját testének a fizikai környezete. Az avatártest itt nem egy kívülről mozgatott báb, mint ahogy gondolnánk, hanem azt az utópiát fogalmazza meg, hogy a virtuális testi tapasztalat egy új környezetben átalakíthatja a személyiséget, mint ahogy át is alakítja Jake-nek a személyiségét, aki egy kiábrándult macsó veteránból megváltozik környezetbarát, új navivá lesz, és le is mond az embertestéről. A virtuális valóság jelenlét érzése tehát az interakciós lehetőségeken keresztül fokozható. A számítógépes játékokban a virtuális világ érzéki kidolgozottsága kevésbé részletes, tehát itt az immerszió kevésbé hatásos, viszont az interakció sokkal kiterjedtebb. Ugye a számítógépes játékokban mozgóképes betétek hivatottak elmélyíteni az immerziót. Az interakció pedig az, amikor avatárként vagy annélkül a virtuális testünkkel cselekszünk a játékban. Ezek a lehetőségek, ezek a cselekvési lehetőségek nyilván előre programozottak. A játékos jelenlét érzését itt tehát elsősorban ez a fajta interaktív lehetőség fokozza. És abból a tapasztalatból fakad, hogy ez a játékvilág bizonyos játékszabályok mentén manipulálható, és ezekre a cselekvésekre azonnali visszacsatolásokat kapunk a játék részéről. A 2010-es évek végén készült Ready Player One egy igazi videójáték reklámfilm. A különféle kiegészítőkkel működő játékkultúrának a megerősítése és visszaigazolása. A virtuális valóságot itt már nem gonosz gépek hozták létre az emberek kizsákmányolására, hanem egy jóságos, bár fura játéktervező, aki meglehetősen ügyetlenül mozog a való világban. A játék szerint a virtuális térben bárki lehetsz, és ennek a világnak csak a képzelet szab határt. A filmbeli Oasis nevű játékban azonban a leginkább sztereotíp avatárok és viselkedésmódok jellemzőek. A küldetések a közösség által elismert nagy presztízsű tárgyakért folynak, amelyek a játék megnyeréséhez szükséges kulcsokat és javakat jelentenek. Bár az önzetlen főhősök számára a játszása fontos, a való világban, mint egy mellesleg, a hatalmas vagyont képező játék céget is elnyerik a végén jutalmul. A film úgy tűnik semmit nem tud azokról a kritikákról, melyek az ilyen típusú játékokat már nem is tekintik játéknak, hiszen ugyanazt az anyagi javakat célzó, felhalmozó, tervelő, munkás életet hosszabbítják meg, ami a mindennapokat is egyébként jellemzi. Az oázis a sivár valóság elől menekülő emberek menedéke, akik az avatárjaik, a megszerzett vagyontárgyaik által inkább a valóság pótlékát kapják a játékban, mint sem a valós életüket kimozdító, megszakító, azt újra keretező tapasztalatot. A hollywoodi filmek véleményformáló hatását félretéve feltehetjük a kérdést, válhat-e a virtuális valóságból egy újabb sikeres médium? A virtuális valóság felhasználási módjait még csak tesztelik a szórakoztatásban, az oktatásban, a gyógyászatban, az építészetben és más területeken.
különböző formákat és használatokat hoznak létre, inkább csak kísérleteznek ezekkel. Annak alapján, hogy a korábbiakban említett, melyik tényező felelős a jelenlét érzés létrehozásában. Inkább immerzió alapú, tehát az érzéki testi belemerülés a fontos, interakció alapú vagy szimulációs jellegű. Azok a virtuális valóságok, amelyek például az utazást szimulálják, a képnek a részletgazdagságával, a képváltás gyorsaságával, a mélységhatással, a mozgó nézőponttal hozzák létre a jelenlét érzését a virtuális utazóban. Amikor a Himalája csúcsát megmásszuk, a legerősebb hatást azok a vizuális ingerek gyakorolják, amelyek a testünkkel elhitetik, hogy például egy hatalmas szakadék felett egyensúlyozunk. A digitális újságírásban használt 360 fokos videók, mint például ez is most, a nézőket résztvevőként vonják be, miközben a valós testük mentesül a térben lévő jelenlétnek a következményeitől. El tudnak varázsolni bennünket, el tudnak szállítani háborús övezetekbe, a sivatagba, dzsungel kellős közepébe. Valójában az lehet az érzésünk, hogy ott vagyunk fizikailag, de mégis a testünk azért nem úgy tapasztalja meg annak a fizikai környezetnek a valós vonásait, mint hogyha a valóságban ott lennénk. A virtuális tanteremben a tanulók számára a virtuális valóság új lehetőséget nyújt. Nem csak a tananyag részletgazdag szemléltetésére, hanem az interaktív felfedezésre és a kollaboratív tanulásra is. A terápiában, gyógyászatban jó eredményeket értek el a virtuális valóság alkalmazásával, például az empátia növelésében, az önreflexióban, amikor önmagunkat kívülről is meg tudjuk tapasztalni, látni, ahogyan a problémáinkról beszélünk. Míg a 90-es évektől a hollywoodi filmek által bemutatott tapasztalatként vagy metaforaként volt használatos a virtuális valóság, manapság egyre többféle szerepben tesztelik. Az a lényeges, hogy észben tartsuk azt, hogy a hollywoodi filmek üzenetével ellentétben a virtuális valóság nem egy alternatív valóság, hanem egy technológiailag mediatizált tapasztalat, amely valószínűleg jelentősen át fogja alakítani az eddigi művészeti befogadói tapasztalatainkat. Mivel a jeleknek a helyét itt átveszik az érzéki benyomások, a testi érzetek, a befogadás helyét átveszik a cselekvések, a narratíva helyét pedig a nyitott végű szimuláció. Széchenyi 2020 készült a Szegedi Tudományegyetem megbízásából.